90 éve született dr. Polinszky Károly, a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítója. Izrael állam budapesti nagykövete országának helyes megítéléséért kampányol. Emléktáblát avattak a Sziveri Jánosról elnevezett kutatóközpontban. Köszöntjük kedves nézőinket, önök az Egyetemi Híradó aktuális adását látják. Ünnepélyes megemlékezést tartottak az egyetem felső kampuszán található Polinszky teremben. Az ünnepségen a Veszprémi Vegyipari Egyetem alapítójára, dr. Polinszky Károly születésének 90. évfordulójára emlékeztek. Pannon Egyetem jogelődjének alapítójára, dr. Polinszky Károlyra emlékeztek március 19-én születésének 90. évfordulója alkalmából. A professzor, Kossuth-díjas vegyészmérnök, oktatáspolitikus, a kémiai tudomány doktora, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és Veszprém város díszpolgára volt. A rendezvényen beszédet mondott dr. Fridler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora, Brányi Mária, Veszprém megyei jogú város alpolgármestere, Polinszky Gábor, a Veszprémi Vegyészekért Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Gál Zoltán, a Pannon Egyetem egykori rektora. A megemlékezés jelentőségéről egyetemünk rektorát kérdeztük. Nem csak azért, mert Polinszky Károly egy alapító Veszprémben, hanem a szakmai pályája példamutató. Én úgy tekintem őt, mint egy alkotó akadémiai vezető. Nem csupán egy vezető, aki örököl egy szervezetet és azt vezeti és működteti valamilyen módon, hanem ő létrehozta a szervezetet, és olyan elvek mentén működtette, ami akadémiai kutatókörökben fontos. Arról, hogy a vegyész professzor mire volt legbüszkébb szakmai munkássága során, fia Polinszky Gábor beszélt. A Veszprémben kialakított tudományos kutatóbázis, MÁVKI, NEVIKI, MÜKI és a Veszprémi Egyetem, ennek az összhangja, amely az egész régió vegyipar fejlődését támogatta és szakmailag munkáikat elősegítette. A köszöntőbeszédeket követően Brányi Mária alpolgármesterasszony és Fridler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora, koszorúkat helyeztek el dr. Polinszky Károly mellszobránál. Ilan Mor, izraeli nagykövet folytatva vidéki utazásait legutóbb Veszprémbe látogatott. Itt léte alatt felelős vezetőkkel találkozott és előadást tartott egyetemünkön is. Ilan Mor, Izrael állam budapesti nagykövete, az életmenete és a Veszprémi Agape alapítvány szervezésében látogatott el Veszprémbe. Napi programjának zárásaként egyetemünket is megtisztelte egy esti előadással, amin szép számban jelentek meg az érdeklődők. Szomorúan látta be, hogy történelmi múltja ellenére Izrael létjogosultságát a mai napig sokan megkérdőjelezik. Véleménye szerint ennek oka az antiszemitizmus és a tudatlanság. Elmondta, hogy sokszor a nem megfelelő tájékozottság annak tulajdonítható, hogy egyes hírszolgáltatók nem valós képet mutatnak Izraelről. Én kulturált módon próbálom megmutatni az érem másik oldalát is, egy sikeres, fejlett, toleráns Izraelt, amit az embereknek valóban ismerniük kellene, és amit pozitívan értékelnek. Tehát ez az oka az előadásaimnak, utazásaimnak Magyarország minden szegletébe. A nagykövet úr előadása során beszámolt Izrael aktuális helyzetéről és az országot érintő állandó fenyegetettségről. Állítása szerint Izrael alapvetően békés ország, de ha kell, megvédi magát. Felhívta a figyelmet az antiszemitizmusra, ami sajnos Európában újra felütötte a fejét. Az ellene való védekezés leghatékonyabb módját az oktatásban, korrekt tájékoztatásban és a jó nemzetközi kapcsolatokban látja. Kifejtette, hogy Magyarországgal is jó kapcsolatot ápolnak, és reméli, hogy ez a továbbiakban is változatlan marad. Felavatták a Sziveri János Intézetet, a Közép- és Kelet-Európai Irodalmi és Társadalomtudományi Központot jelző táblát, megnyitva ezzel az intézményt, melynek a Pannon Egyetem könyv- és levéltára ad otthont. A jeles eseményt március 24-én tartották. A szeles idő sem riasztotta el az érdeklődőket, leleplezték a Sziveri János Intézet, a Közép- és Kelet-Európai Irodalmi és Társadalomtudományi Központ tábláját március 24-én a központnak helyet adó Pannon Egyetemi Könyvtár és Levéltár épületénél.
Az intézmény Veszprém város és a Pannon Egyetem közös kutatóintézeteként jött létre, mely archívunként és könyvtárként is működik. Az ünnepség Sziveri János versével kezdődött, Felföldi Gábor tolmácsolásában. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes, Szőcs Géza kulturális államtitkár, Porga Gyula Veszprém város polgármestere, valamint dr. Friedler Ferenc a Pannon Egyetem rektora. Beszédeik után a tábla ünnepélyes leleplezésével ért véget a rendezvény. A város és az egyetem együttesen szeretne létrehozni egy olyan irodalmi archívumot, amely részben a kutatói működéshez, doktorandusoknak a munkájához megfelelő közeget biztosít, részben pedig jelzi, hogy a kortárs folyamatok irányában nyitott a mi humán kultúránk is, a mi egyetemünk is. A létesítmény egyetemi oktatók és hallgatók számára látogatható. Dr. Bazsek István 1971-ben végzett a Pannon Egyetemen, mint vegyészmérnök, 2006 óta pedig Magyarország egyik legsikeresebb nagyvállalatának a vezérigazgatója. Előadásában érdekes információkat tudhattunk meg mind a Nitrogénművek ZRT alakulásáról, mind egy vállalat sikerességének titkáról. A Pannon Egyetem gazdaságtudományi kara és a Magyar Közgazdasági Társaság újjáalakuló Veszprém megyei szervezete vendége volt dr. Bazsek István. Érdekes előadást tartott egyetemünkön március 21-én, melyre szép számmal érkeztek érdeklődők. A hallgatóságot dr. Gáz Zoltán, egyetemünk volt rektora köszöntötte. A Nitrogénművek ZRT vezérigazgatója azért látogatott el a Pannon Egyetemre, hogy megossza a hallgatósággal, hogyan lehet sikeres egy magyar tulajdonban lévő nagyvállalat. Előadása során bemutatta, milyen alapok kellenek egy nagyvállalat létrehozásához, milyen racionalizálási törekvések és tényezők szükségesek az eredményes működéshez. Az eredményes működés a vezérigazgató úr szerint 5 alappilléren áll. A szakemberek elkölcsi, szellemi színvonalán, a termékek iránti piaci keresleten és annak érvényesítésén, a technológia színvonalán, az előnyös anyagbeszerzésen és a nemzetközi integráción. Egy vállalatnál mindig csapatmunka folyik, és a vállalat eredménye az a csapat jó együttműködésének, vagy nem jó együttműködésének a vetülete. Tehát ha egy vállalat jól működik, akkor az a gárda, az a garnitúra beleértve a munkásoktól kezdve a különböző szintű vezetékig, mindenkinek jól kell működnie ahhoz, hogy eredményes legyen a vállalat. Ha valamelyik réteg vagy valamelyik része a vállalatnak rosszul működik, akkor úgy, mint az órában a fogaskerék, ha egy fogaskerék elromlik, akkor az óra nem működik megfelelően. A vezérigazgató úr előadása végén kifejtette, hogy az állandó fejlesztés elengedhetetlen a fennmaradáshoz, különben a vállalat lemarad a versenyben és bezárásra van ítélve. A konferencia résztvevői az ország különböző részeiből érkeztek a Pannon Egyetemre, hogy kipróbálhassák eddig megszerzett elméleti tudásukat a gyakorlatban is. A megmérettetésen a középiskolás diákok saját kutatómunka, fizika-kémia feladatmegoldó verseny és junior mérnök verseny kategóriákban indulhattak. A Lavai József diákkonferencia célja, hogy a kreatív és tehetséges diákok megmutathassák tudományos területen szerzett ismereteiket és bemutathassák kutatómunkáik eddigi eredményeit. A kétnapos rendezvény megnyitóján dr. Abonyi János, a mérnöki kar oktatási és akkreditációs dékán helyettese elmondta, hogy a Pannon Egyetem mérnöki kara azon intézményekhez tartozik, ahol elismerik a kiemelkedő teljesítményeket és fontosnak tartják a tehetséggondozást. Továbbá kifejtette, hogy a világot alkotóképes és kreatív, emberileg is kiváló szakemberek viszik előre. Őt követően egy tudományos előadást hallhattak a résztvevők dr. Kovács Kristóf egyetemi docens előadásában, melynek témája a nanotechnológiák voltak. A versenyen az elméleti tudás mellett a gyakorlati képességek is előtérbe kerültek, a fizika és kémiai feladat megoldások során különböző méréseket, vizsgálatokat kellett a diákoknak elvégezniük. A junior mérnök versenyen nem csak az eszükre, hanem a kézügyességükre is szükségük volt a diákoknak. A megmérettetésre egyénileg és csapatokban nevezhettek a jelentkező középiskolások. Írnépzenei dallamokat hallhattak az érdeklődők az E-épület kamara termében. A Bran együttes lemezbemutató koncertjén ír és angol mesék, legendák zenei feldolgozását mutatták be.
abszolút teltház előtt adott koncertet a közel két évtizede alakult az ír népzenét sokszínűségében bemutató Brán együttes. Nevüket egy ír történet főszereplője, Brán király ihlette, mely szó szerinti fordításban fekete madarat jelent. A fantasztikus hangulatú lemezbemutató koncerten ír, breton és a skót Berhidák szigetéről származó dalokat is hallhattak az érdeklődők. Az új album az előzőhöz hasonlóan szintén egy történetet mesél el zenében. Az utolsó lemezünk, az Agancsa erdő, az már egy hosszú történetnek az elmesélése volt zenében. Most ezt a hagyományt folytattuk, kicsit rövidebb a történet, és nagyon figyeltünk arra, hogy főleg középkori ír szövegeket dolgozzunk fel, úgyhogy ami hallható ezen a lemezen, az főleg 10. század előtti hihetetlen 1000 éves szövegek lesznek majd írül. A közönség minden egyes zenei blokkot megelőzően megismerhette a következő dalhoz fűződő érdekességeket, meséket, legendákat. A zenekar az Ószirmi Kódex által megőrzött 17. század előtti írzenéket dolgozza fel. És ezeknek a dallamoknak a szöveg lehetőségeit keressük, tehát rekonstruáljuk azt, hogy milyen lehetett a most hallott írzenék előtti írzenének a hangulata. És egy kutató munka, én ezzel foglalkozom, nekem ez a fő szakmám, a középkori ír műveledés történet, és próbálom a szövegeknek megtalálni a zenei hátterét. A gitár mellett különböző ütős és fúvós hangszerek is szerepelnek a zenekar repertoárjában. Nem csak a dalszövegben, itt is igyekeznek hűek maradni az ír hagyományokhoz. Megszólaltak igazi ír bauránok, amik hazájukban sámándobként élnek a köztudatban, de játszottak fémből készült hosszú furuján és dupla furuján is. A Rigmadár című új album zenéivel a tavasz eljövetelét mesélték el, mely a közönség szívét is megmelengette, s a produkció óriási vastapsot kapott. Március 21-én, szerdán 18 órakor az egyetemi csarnokban a Veszt és a Budai 11. SM mérkőzött meg a női röplabda bajnokság alsóházi rájátszásában. A hazai csapat jól kezdte a mérkőzést, fejfej mellett haladt a két együttes, a szett végére azonban a lendület alább hagyott, és 20-25-re a pestiek hozták az első játékrészt. Hasonló forgatókönyv alapján zajlott a második szett is, a harmadik játékrészre a fővárosiak megállíthatatlanul törtek előre, a veszprémieknek csak a szett végére sikerült felébredni, ez a győzelemhez sajnos nem volt elég, a három felvonásos küzdelemben a pestiek vihették haza megérdemelt 3 pontot. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Hamarosan új adással várjuk Önöket itt, a Veszprém Televízió műsorán. Nézzenek minket honlapunkon, a képernyő alján olvasható címre továbbra is várjuk műsorainkkal kapcsolatos hozzászólásaikat, kérdéseiket és észrevételeiket. Viszontlátásra!